Kenneth Hagin út a gyógyuláshoz első fejezet. A gyógyítás Isten munkája. Gyógyulásra váró keresztényektől hallottam a következő mondatot. Talán Isten helyezte rám ezt a betegséget valamilyen célzattal. Nos, Jézus helyezett betegséget akár egyetlen emberre is? Amikor az emberek odamentek hozzá a gyógyításért, Elfordult-e valakitől ezekkel a szavakkal? Nem, ez nem az én akaratom, csak szenvedj még egy ideig, még nem vagy eléggé Istenfélő. Nem, ilyet egyetlen egyszer sem mondott. A Biblia azt mondja nekünk, hogy nézzünk Jézusra, hogyha Istent meg akarjuk látni. Jézus maga mondta ezt a János 14.9.10-ben. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondhatod azért te, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed -e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Isten ugyanis cselekszik. Akarod tudni, hogy milyen Isten? Tekints Jézusra. Akarod-e látni Isten cselekedni? Akkor Jézusra nézzél. Akarod-e tudni Istennek az akaratát? Akkor figyelj Jézusra. Jézus Isten akarata cselekvés közben. Jézus Isten akarata cselekvés közben. János 6:38. Jézus kezdte el megbetegíteni az embereket? Nem. Ő jót kezdett cselekedni és gyógyítani. Az apostolok cselekedetei 10.38-ban ezt olvassuk. A názereti Jézust mind kente felőtt az Isten szent szellemmel és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén, és meggyógyítván mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak. Természetes nézőpontból az emberek számára nehezen érthető dolog, hogy a Földön jelenleg érvényben lévő törvények többsége, a Földön jelenleg érvényben lévő törvények többsége az ember bukása által lépett hatályba, amikor Ádám vétkezett, és a Föld átok alá került. És mivel az emberek ezt nem értik meg, Istent vádolják a balesetek, a betegségek és a szerette, szeretteik elhalálozása miatt. Azonban nem Isten a szerzője a fent említetteknek. Az emberek Isten szokták okolni a viharokért, a bekövetkező katasztrófákért, a földrengésekért és az árvizekért. Még a biztosításokban is ezek Viszmajor néven szerepelnek, az angolban azt jelenti, az angol kifejezés, hogy Isten tevékenysége néven szerepelnek. Nem, ezek nem Isten, hanem az ördög tevékenységének eredményei. A szerzőjük pedig nem más, mint a sátán. Jézus mindezeket a természeti törvényeket, ahogy legalábbis mi értelmezük őket, felfüggesztette, amikor arra volt szükség, hogy megáldja az embereket. Ne feledjük Jézus szavait. Aki engem látott, látta az atyát. Nos, nem azt látjuk, hogy Jézus vihart küldött volna az emberekre. Mi úgy látjuk őt, mint aki lecsendesíti a vihart. Amikor egyszer vihar kerekedett a Galileai tengeren, Jézus a hajó hátuljában aludt egy párnán. A tanítványok felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Azt gondolták, hogy a vihar a tenger fenekére küldi őket. De Jézus felkelt, és megdorgálta a szelet. Nem olyasmit dorgált meg, amit Isten hozott létre. Azt dorgálta meg, amit az ördög szított fel. Tudod, eredetileg Ádám volt a világ úgynevezett Istenem. Isten alkotta a világot és annak teljességét. Majd megalkotta az embert, ádámot. És így szólt hozzá: Hatalmat adok neked, hogy uralkodj a Földön. Te vagy az uralkodó. Azonban Ádám minnyájunkat kiárjúsította az ördögnek. Erkölcsi joga nem volt ehhez, törvényes joga viszont igen, mert a Föld az övé volt, hiszen Isten az ő kezébe helyezte. Ádám tehát felségárulást követett el és kiárusította a földet az ördögnek. A Biblia arról tájékoztat bennünket, hogy jelenleg a sátán e világ ura. 2 Korintus 4.4-ben olvassuk ezt. Mikor lett a sátán e világura? ura? Ádám bukását követően. Jó, hogyha észben tartjuk ezeket a dolgokat, mert az egyházban sokan össze vannak zavarodva. Az emberek teli vannak olyan gondolatokkal, amelyek nem egyeztethetőek össze a szentírással. Sokan úgy vélik, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ez attól függően igaz vagy sem, ahogyan értelmezzük. Hogyha úgy érted, hogy most Isten uralkodik a földön, akkor, akkor ez nem igaz. Újra uralkodni fog valamikor, de most nem ő uralkodik. A kóreai konfliktus időszakában olvastam egy cikket egy jól ismert újságírótól. Ezt írta. Nem állítom azt, hogy keresztény volnék, de nem vagyok sem ateista, sem agnosztikus. Az ateisták azt állítják, hogy nincs Isten. Én hiszem, hogy van. Az agnosztikusok azt mondják, lehet, hogy van Isten, de nem biztos benne. Én hiszem, hogy van Isten. Nem hiszem, hogy minden csak úgy létrejött, folytatta. Hiszek abban, hogy létezik valahol valami felsőbb rendű lény, aki alkotta a mindenséget. Azonban meggátol a keresztényi válásban, amit a prédikátoroktól hallok. Teljesen össze vagyok zavarodva, mert azt állítják, hogy Isten működtet mindent, és hogyha ez igaz, akkor összevisszaságban működnek a dolgai. Majd utalta a háborúkra, a cikk írója, és a fiatalon meghaltakra, a szegénységre, a betegségre, és így folytatta. Hiszem, hogy létezik valahol egy felsőbbrendű lény, aki mindent szépnek és jónak teremtett, csak éppen nem tudom elhinni, hogy ezeket a dolgokat Isten tenni. Az igazság az, hogy az említett dolgok akkor léptek be a világba, amikor Ádám elbukott és a sátán lett a -e világ istenévé. Amikor a sátán végül majd eltűnik a földről, akkor nem lesz, aki kárt és pusztulást okozzon. Akkor nyilvánvaló lesz, hogy ezek kitől származtak. Jézus kijelentése, mi szerint, aki engem látott, látta az atyát, valamint ahogy ő az atyáról beszélt, lehetetlenné teszi annak a tanításnak az elfogadását, hogy a betegségek és a bajok Istentől származnak. Isten természete az ilyen elméletekkel éles ellentétben áll, mivel Isten szeretet. Menjünk vissza egy pillanatra az apostolok cselekedetei 10.38-hoz. Ki kente fel a názereti Jézust? Az atya. És Jézus azt mondta, hogy az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Hogyan vitte véghez Isten ezeket a gyógyító tevékenységeket az Úr Jézus által? Úgy, hogy felkente őt szent szellemmel és gyógyító hatalommal. Mit tett Jézus a kenettel, amelyel Isten felkente őt? Elment és jó cselekedett. Mi volt az a jó, amit cselekedett? A gyógyítás. Tehát amikor Jézus gyógyított, Isten volt a gyógyító, hiszen Jézust ő kente fel. Isten gyógyítással foglalkozik, és nem az emberek megbetegítésével. Isten megszabadít a kötelékekből, nem pedig megkötöz. Figyeljük meg az apostolok cselekedetei 10.38-ban, hogy kiket gyógyított meg Jézus. Így szól a vers, mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak. Nos, ez egyszerű kijelentés. Mindenkit. Mindenkit. Ez azt jelenti, hogy mindenki. Hogy mindenki, akit Jézus a szolgálata során meggyógyított, az ördög hatalma alatt volt. Más szavakkal, az ördögnek köze volt a betegségükhöz. Nem feltétlenül úgy, hogy mindig jelen lett volna egy gonosz szellem. Mindössze arról van szó, hogy az ördög állt a helyzet hátterében. Az ördög hatalma alatt voltak mindannyian. Mégis hallani manapság olyan beszédeket, még pásztoroktól is, hogy azt hihetnéd, hogy Isten és az ördög szerepet cseréltek az utóbbi kétezer év során. Azt gondolnád, hogy Isten helyez betegséget az emberekre, az ördög pedig meggyógyítja őket. Nem. Az ördög ugyanaz az ördög, aki mindig is volt. És Isten is ugyanaz az Isten. A már 16 végén ezt olvassuk, és mondja nekik Jézus: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Álljunk meg és vizsgáljuk meg a fentieket. Mit mondott Jézus? milyen betegre vetik a kezüket? Csak annyit mondott, hogy betegre is kész. Nos tehát, ha Isten lenne a betegség szerzője, ha ő helyezne betegségeket és nyavajákat az emberekre, és ha az ő akarata lenne az, hogy valaki betegségben szenvedjen, akkor zavarba ejtő lenne a fenti kijelentés, mert Jézus hatalmat adott nekünk arra, hogy minden betegre rátegyük a kezünket, és azt mondta, hogy azok meggyógyulnak. Ha Isten akarata az lenne, hogy néhány beteg, hogy néhányan betegen maradjanak, tehát hogy néhányan betegek maradjanak, akkor Jézusnak valami ilyesmit kellett volna mondania, azokra tegyétek a kezeteket, akik számára a gyógyulás Isten akarata, és ők meggyógyulnak. Azok viszont, akiknél nem Isten akarata a gyógyulás, nem fognak meggyógyulni. Azonban nem ezt mondta. Isten szembeállította az egyházat a betegséggel, ezzel kész. Vége, ennyi. Jakab 5-ben a következőt olvassuk. Betege valaki köztetek. Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsájtatik néki. A 11. vers megkérdezi, hogy betege valaki köztetek? Hol van ez a köztetek? Az egyházban. Tehát Isten akaratának kell lennie, hogy az egyházban minden beteg meggyógyuljon, Ebből viszont az következik, hogy nem lehet Isten akarata, hogy bárki is beteg legyen a keresztények közül. De hegin testvér, mondta valaki, elfelejtetted, hogy a Biblia azt mondja, hogy ha tűrünk, akkor vele együtt fogunk uralkodni is. De hogy felejtettem el? Nézzük csak meg ezt az igeverset. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. 2 Timóteus 2.12. De mit tűrünk? Mit? A tüdőgyulladást? A rákbetegséget? Vagy a TBC-t? Nem. Mi volt az, amit elszenvedett Jézus? Az üldöztetés. És te is így teszel, ha igaz emberként élsz. Ha az isteni gyógyulásról, a szellem ajándékairól, vagy a hitről prédikálsz, akkor üldöztetésben lesz részed. Én is üldöztetés szenvedtem el, amikor ezekről a témákról prédikáltam. De semmilyen betegségben vagy nyavajában nem szenvedtem. Egy másik testvér meg azt mondta. Valami másról is megfeledkeztél, miről kérdeztem. A zsidókhoz írt levél azt mondja, mert akit szeret az úr, megdorgálja. Nem, erről sem felejtkeztem el. Persze, hogy megvan írva ez is. De nem úgy hangzik a mondat, hogy mert akit szeret az úr, azt megbetegíti, vannak emberek, akik a saját értelmezésüket erőltetik rá az igeversre. A görög eredetiben a megdorgálja a szó azt jelenti, hogy gyermeket nevel vagy oktat. Neveled a gyermekeidet, nem igaz? Iskolába is járatod őket, ahol oktatásban részesülnek. De mondtál-e már ilyet egy tanárnak, hogy ha a fiam nem halad megfelelően, üsse ki az egyik szemét? Vagy olyat mondtál-e, hogy ha engedetlenkedik, törje csak el a lábát. Vagy okozzon neki rákot. Hát gondolom, hogy nem tetted. Nem ez a módja a gyerekek nevelésének vagy képzésének. És Istennek sem ez a módszere. Isten nem alkalmaz betegséget vagy bajokat arra, hogy megtanítson valamilyen leckét a gyermekeinek. De mondhatja valaki, hogy Isten jobbra is betegséget helyezett. Nem, az nem Isten volt, a sátán volt az. Igen, de Isten adta az engedélyt a sátánnak. Igen, ez igaz. Csak hogy nem Istentől, nem Isten volt a megbízó. Isten megengedheti neked, hogy kirabolj egy benzinkutat, de megbízást nem fogadni rá. Nem, a Biblia teljesen világossá teszi, hogy miért kapta jóba betegséget. Jó, ezt mondta, mert amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esett meg rajtam. Jobb 3. 25. Tehát ő maga nyitotta meg az ajtót az ördög előtt a félelmével. A Biblia tanítók egyetértenek abban, hogy jobb teljes könyve 9-18 hónap alatt játszódott le. A 42. fejezetben pedig Isten munkájáról olvashatunk. Például a jobb 42.10 azt mondja, hogy Isten eltávolította jobbról a csapást. Ez azt jelenti, hogy amikor jobb beteg volt, akkor az ördög csapása alatt volt. Amikor szegénységben élt, akkor is az ördög csapása alatt volt. De aztán eltávolította Isten jobbról a csapást. És kétszeresen visszaadta neki mindazt, amilyen volt. Ezt olvassuk a tizedik versben. Jobb, a gyógyulás után még 140 évet élt. Hát ez Isten munkája. De valaki más megmondhatja, hogy de hegény testvér, hát nem emlékszel hogy Pál egész életében beteg volt? Hát nem. Én ilyesmire nem emlékszem. És szerintem te sem emlékszel rá. De hát tövis volt a testében. Hát a Bibliában hol olvasod, hogy a test tövise betegséget jelent? Sehol. Laposd fel újra a szentírást, és nézd utána, hogy mit jelent ez a kifejezés. Az Ószövetségben Isten így szólt Izraelhez. Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színeitek elől, akkor, akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek nektek. Ezt olvassuk a 4 Mózes 33.55-ben, a Józsui 23.13-ban, és a Bírák 23 ban Pál pontosan megmondja, hogy mi a tövise, a sátán követe, aki azért érkezett, hogy csapást mérjen rá. 2 Korintus 12.7 Akár hová ment Pál prédikálni, ez a gonosz szellem mindenhol nagy kavarodást idézett elő, amely korát csak lehetett. Támadta Pált a testében. És Pál nem parancsolhatta meg neki, hogy hagyja el a földet, mivel jogosan tartózkodik itt addig, amíg Ádám bérleti szerződése meg nem szűnik. A betegségeket és a bajokat nem tudjuk elválasztani a sátántól. A betegség az ember bukásával érkezett. A bukás pedig az ördög miatt történt. A betegség és a bűn egyaránt az ördögtől származik. Jézus hozzáállása a betegséghez a megalkuvást nem ismerő háború volt a sátánnal szemben. Még egyszer elolvasom. Jézus hozzáállása a betegséghez a megalkuvást nem ismerő háború volt a sátánnal szemben. Ő ugyanúgy viszonyult a bűn és a betegség felé is. Ugyanúgy bánt a betegséggel, ahogy a démonokkal. Mivel a betegségek és a nyavaják a sátántól származnak, Jézus nyomdokaiba kell lépnünk, és az ő magatartását kell követnünk a betegségekkel szembeni bánásmódunkban is. Isten mindig szemben állt a betegséggel. Nem pártolta azt. Már az Ószövetségben is mindig arról rendelkezett a szövetséges népével kapcsolatosan, hogy gyógyuljanak meg. Ha a betegség az ő akarata lenne, akkor biztosan nem így rendelkezett volna. Amikor Izrael átkelt a Vörös-tengeren és megkezdte vándorlását a hazája felé, Isten így szólt, 2 Mózes 15.26 Ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsájtok, a Héber eredetiben nem adok engedélyt, reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Figyeljük meg, hogy nem az Úr az, aki megbetegítette őket. Ő azt mondta, én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Az Úr nem bocsájtott betegséget sem Izraelre, sem Egyiptomra. A sátán, e világistene az, aki az embert megbetegíti. Jákve azt jelenti ki itt, hogy ő Izrael gyógyítója. 2 Mózes 23, 25-ben, 26-ban ezt olvassuk, és szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom ti közületek a nyavaját. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjait számát teljessé teszem. Ameddig Izrael a szövetség szerint élt, nem volt közöttük beteg. Nincs feljegyzés idő előtti halálesetről. Nem halt meg sem csecsemő, sem fiatal vagy középkorú ember. Mivel Isten eltávolította közülük a betegséget, Izrael fiai megbetegedés nélkül végigélték az életüket. A végére egyszerűen csak elaludtak. Amikor elérkezett a távozás ideje, kezüket ráhelyezték a gyerekeikre, és megáldották őket. Majd kinyújtóztak az ágyukon, kilehelték a szellemüket, és hazatértek a teremtőjükhöz. Mi köze ennek mi hozzánk? kérdezheti valaki. Ez akkor régen volt, csak hogy Isten ugyanaz az Isten, aki akkor régen volt. A Biblia azt mondja, hogy ő nem változik. Isten a bűn ellen volt az Ószövetségben, és a bűn ellen van az Új Szövetségben is. Isten a betegség ellen volt az Ószövetségben, és a betegség ellen van az Új Szövetségben is. Isten a gyógyulást rendelte az Ószövetségben, és ugyanazt rendelte el az Új Szövetségben is. Az 5 Mózes 7.13 így szól. És, Isten e vonatkozik, és szeretni fog téged, szeretni fog téged, szeretni fog téged. Hallod, szeretni fog téged. De vannak emberek, akik biztosan másfajta Bibliát olvasnak. Ők ezt olvassák. És ő betegségeket helyez rád, és elrendeli, hogy halva születések történjenek, és legyenek, akik csecsemőkorban halnak meg, és olyanok is legyenek köztetek, akik egész életében beteg és nyomorék lesz. Nem, 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 nem. Ez nem a szentírás. Isten így szól. 5 Mózes 7.13-15 És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged, és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdött a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb leszel minden népnél. Nem lesz közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő, és távol tart az Úr tetőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz, és nem veti azokat tereád, vagy nem ad engedélyt, hanem mindazokra, akik gyűlölnek téged. De Hegint, testvér! Ez az ígéret nem a ma élő emberek számára adatot, mondhatja valaki. Biztos vagy benne? Az 1 Korintus 10.11 az új szövetségben van, nem? Mit olvasunk? Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra. Dicsőség az Úrnak! Az 5 Mózes 7.13.15 azért iratott meg, hogy az én hasznomra legyen. A Szent Szellem biztosan tudta, hogy lesznek majd olyanok, akik felpattannak és ezt mondják. Ez csak a zsidóknak szól, ez nem nekünk van. Ezért leíratta Pállal, hogy ami velük történt, az példaként adatott a mi számunkra. Ezek a dolgok, amiket az Ószövetség említ, régen megirattak, hogy tanuljunk belőle mi. Az 5 Mózes 7.13.15 a mi tanulságunkra iratott meg. Vagy úgy gondolod, hogy az akkor ért emberek, hogy az akkor élt emberek nagyobb áldás alatt lettek volna, mint ma az Úr Jézus Krisztus egyháza? Azt hiszed, hogy ők akkor anyagi áldás alatt lehettek, bőségben és jól élhettek, de az egyház nem élhet így? Azt hiszed, hogy az egyház Krisztus teste, Isten fiának teste a szeretet fiú teste arra rendeltetett, hogy egész élete során küzdködnie kelljen nyomorúságban, betegségben, szenvedésben, lesoványodva, éhínségben, ezt énekelve, télben és nyárban koldusként vándorlok? Hát nem. Ez nem a mi részünk. A Biblia azt állítja, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, Isten fiának, és nem pedig koldusok. Örökös társai vagyunk Krisztusnak. Új teremtések vagyunk. Minden más embernél áldottabbak vagyunk. Örökösök vagyunk. Isten gyermekei vagyunk. A Bibliából megérthetjük, hogy Isten tervében az szerepelt, hogy jóléttel és sikerrel pecsételjen meg mindent, ami Izraelhez kötődik. A betegséget és a nyavajákat nem tűrte meg Izrael soraiban. Ezért ezeket az egyháznak sem kell megtűrnie. Mindennek, ami Krisztus testével, az új szövetségi egyházal kapcsolatos, a jólét, a siker, a gyógyulás, bőség és egészség pecsétjét kell magán hordaznia. Amit Isten Izraelre vonatkozóan mondott, sokszor elmondta az egyház vonatkozásában is. A Róma 1.16 így szól. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az, minden hívőnek üdvösségére. Minden hívőnek üdvösségére. Nem értek egyet dr. Schofield minden megjegyzésével, amelyeket a Reference Bible című fordításban közölt. Azonban ő a görög és héber nyelv tanára volt, és az üdvösség szóra vonatkozóan a fenti verszak lábjegyzete kiválóan sikerült. Idézem. Az üdvösségnek fordított görög és héber szavak a megváltás, biztonság, megőrzés, gyógyulás és egészség fogalmait tartalmazzák. Dicsőség Istennek! Jézus Krisztus Evangéliuma Isten hatalma a megváltásra. Az Evangélium Isten hatalma a biztonságra. Isten hatalma a megőrzésre. És Isten hatalma a gyógyulásra és az egészségre is. A Zsoltárok könyve volt Izrael ima és dalos könyve, és benne folyamatosan az szerepel, hogy Isten Izrael gyógyítója. A 103. Zsoltár klasszikus példája ennek. Aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A betegség a törvénynek való engedetlenség miatt jött Izraelre. Ezért a betegségből való gyógyulás az engedetlenség megbocsájtásának a következménye. Ezt még egyszer felolvasom. A betegség a törvénynek való engedetlenség miatt jött Izraelre, ezért a betegségből való gyógyulás az engedetlenség megbocsájtásának a következménye. Miután Isten közölte Izraellel, hogy betegségeik és nyavajáik oka az Isten igéje és a mindenható tanácsai elleni lázadásuk, így szólt. A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért és az ő hamisságukért nyomorgattattak. Minden étket utált az ő lelkük, és a halál kapujához közelgettek. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Látjuk, hogy Izrael gyermekei a helytelen cselekedeteik révén kivonták magukat a szövetség védelme alól. A mi szövetségünk az új szövetség. A Biblia azt állítja, hogy ez jobb, mint az ószövetség. Isten a mi számunkra is biztosította a védelmet, csak hogy velünk is megeshet, hogy kivonjuk magunkat e szövetség védelme alól. Én nem ítélgetlek téged, én magamat szoktam megítélni. Évekkel ezelőtt tinédzserként ismertem meg az igazságot a beteg ágyamon. 16 hónapja voltam ágyhoz kötve, amikor felkeltem és meggyógyultam. Kétféle súlyos szervi szívbajból gyógyultam meg, és akkor még gyógyíthatatlannak tartott vérbetegségből is, és csak nem teljes paralízises állapotból. A gyógyulást követő években mindössze akkor ért bármi egészségi probléma, amikor kikerültem a szövetség védelme alól. Marátom, én ilyenkor nagyon gyorsan visszaszaladtam az oltalom alá. Amikor azt mondtam, hogy kikerültem a szövetség alól, nem olyasmiről volt szó, hogy loptam vagy hazudtam valakinek. Egyszerűen csak nem engedelmeskedtem Istennek úgy, ahogy ő elvárta volna tőlem. Talán mondott valamit, hogy tegyen meg, vagy megmondta, hogy miképpen szolgálja, én meg neki láttam úgy szolgálni, ahogy annak idején tanultam, nem pedig úgy, ahogy ő utasított. Bűnbánatot kellett tehát tartanom és visszatérnem a frontvonalba. És abban a pillanatban, amikor megtettem, ismét teljesen rendbe jöttem fizikailag. Több mint 65 év során még fejfájásom sem volt, egészségben éltem. És nem is tervezem, hogy beteg leszek. Persze lehet, hogy így történik, de én úgy tervezem, hogy az életem végéig engedelmeskedem az Úrnak. Ha Jézus még vár a visszajövetellel, akkor nem bánom, hosszú ideig fogok élni. Tudni fogom, hogy eljött az időm, és mindenkitől elbúcsúzom, mielőtt elmegyek, átnézek a másik oldalra, és csak annyit mondok, emberek, ott van. És már el is mentem. Azt akarom, hogy akkor mindenki kiabáljon és örüljön, mert így megyek el én is. De Hegin testvér, hát ezt nem tudhatod, de bizony tudhatjuk. Megkaphatod mindazt, amiről Isten azt mondta, hogy a tiéd lehet. Nekünk jobb szövetségünk van, mint Izraelnek. Ha Izrael számára Isten terve az volt, hogy teljes, hosszú betegségektől mentes életet éljenek. Mellesleg ők szolgák voltak, és nem fiak, mint mi, és nem olyan jó szövetség alatt éltek, mint mi, akkor csak gondoljunk bele, hogy milyen terve lehet a gyermekei számára. Ha Isten azt akarta, hogy a szolgái ne legyenek betegek, mennyivel inkább akarja, hogy a fiai se legyenek azok? Én úgy vélem, Istennek az a terve, hogy soha egyetlen hívő se legyen beteg. Hiszem, hogy minden hívőnek teljes, hosszú életet kellene élnie, kitöltve a napjai számát, ha Jézus még nem jön el, és csendben elaludni ő benne. És bátran merem állítani. Nem Isten akarata, hogy rákbetegségben szenvedjünk, vagy bármi más retteget, szenvedést és fájdalmat okozó betegségben. Nem. Isten akarata az, hogy meggyógyuljunk. Hogy honnan tudom ezt? Mert az új szövetség alatt a gyógyulás az ellátásunkhoz tartozik.